Hashtag no filter. Nők filter nélkül. Az inspiráló erős nők magazinja. Get ready. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Szép jó napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit és a YouTube nézőinket, ez itt valóban a hashtag nofilter, nők filter nélkül Köböl Anitával, és egy nagyon izgalmas beszélgetésünk lesz a mai kedves vendégemmel, mert hogy már a háttérben mi ezt tisztáztuk, nehéz dolgunk van, hogy ne egy nagyon barátnős, csacsogós beszélgetésünk legyen, hanem sokkal inkább szakmai, mert hogy mi ismerjük egymást azzal a hölgyel, aki már itt ül velem a stúdióban, ő pedig nem más, mint Oravec Nóra, sikerszerző. Szia, sok szeretettel Szia. Köszöntelek, és hogy nehéz lesz ebben megtalálni a helyes arányt, hogy ne úgy kérdezzelek, hogy ma szia Nóri, mi van veled, hanem a szakembert is kérdezzem, de muszáj is lesz egy kicsit mind a kettőt érinteni egyébként a személyedet illetően. Kezdjük viszont azzal, hogy mondjuk úgy, hogy felül egy legalább 15 éves intervallumot igazából nagyságrendileg a te pályafutásod, amióta megismerhettük a nevedet és az arcodat a médiában, ezt így nagy általánosságban mondom, aztán sokak számára olybá tűnhetett, mintha te eltűntél volna. De egyébként ez nem így van a gyakorlatban, csak van egy karakteres profilváltásod. Látom én ezt így, és élhetik meg sokan. Te hogy érzed magadat? Miben változtál? Változtál-e egyáltalán az elmúlt időszakban? Hú, hát persze, hogy változtam rengeteget. Egyébként 14 éve kezdtem el írni, azért azért így vele gondolva rengeteg idő, és ebből nagyon sok év, legalább 5 év nem is volt siker. Szóval, hogy így visszagondolni arra, hogy 5 éven keresztül kb. Senki nem olvasott, aztán eljutni oda, hogy a könyveid meg a sikerszerzők listái között van, vagy könyveik között vannak, hát azért az ilyen, ez velem történik, tehát azért az érdekes volt. Nyilván nagyon-nagyon sokat változtam azért az évek során, tehát amíg nyilván 24 évesen, teljesen másról írtam arról, hogy nem tudom, volt bennem egy hatalmas hajtóerő, hogy én megváltoztam az életemet, és én akkor is bebizonyítom, hogy az nyilván elvitt valameddig, és aztán utána pedig egy teljesen más életszakasz következett, és nyilván mindig is volt Oravec Nóra, meg mindig is posztoltam, tehát hogy egy percre nem álltam le, csak mondjuk más keretek között, meg más közösségnek, úgyhogy igen, volt egy nagyon nagy váltás, de az volt az érdekesebben szerintem, amikor nyilván valaki felépíti magát, és valakinek sikere van, szokták tudod mondani, de egyszerű neked, hát biztos pont úgy álltak a csillagok, meg lehet, hogy valaki oda tett, meg hallottam ilyeneket, hogy a marketing gépezet, ami az Oravec Nóra mögött volt, de hát semmilyen nem volt, tehát hogy én dolgoztam, én posztoltam, és lett valami, de az igazán nagy dolog számomra az volt, amikor másoknak is tudtam segíteni, és láttam, hogy hé, ez működik. Szóval, hogy ennyiben volt egy váltás az én karrieremben, amit ugye te is mondtál, hogy ez egy karakteresebb váltás volt. Nyilván érdekelt mindig az, hogy én azért marketinges hátterem volt világéletemben, és így az volt bennem, hogy mi lenne, hogyha ezt másoknak is lehetne tanítani. Az elején azt hittem, hogy ezt nem biztos, hogy fogom tudni másolni, mert ugye annyiszor hallottam tőled azt, hogy de hát neked egyszerű volt, mert te ilyen karakter vagy. Aztán egyre jobban érdekelt, hogy egy olyan világban, ahol mindenki ki akarja magát rakni a social media felületeken, akkor mennyire mi múlik az, hogy valakinek összejön, meg valakinek mondjuk nem. És itt értél át igazából abba, hogy egy én márka építő segítő lettél, én ezt most így fogalmazom meg, aki gyakorlatilag abban segít másoknak, hogy hogyan tudják magukat megmutatni, anélkül, hogy te saját magadat megmutasd, és ezt most értsd abban a mértékben, ahogy előtte azt tapasztalhattuk. Jól fogalmazom meg akkor ezt a dolgot, ami ugye a te munkásságodat jelenti. Viszont akkor, hogy még megmaradjak ezen a területen egy pillanatig, nehéz volt egyébként ez az időszak, mert te, és azt mi beszéltük most a háttérben, és gyakorlatilag egy úttörője vagy annak a világnak, amiben mi ma aktívan részt veszünk. Tehát valamiben az elsőnek lenni, az rengeteg sok bizonytalanságot rejt, rengeteg sok kihívást, egyúttal nagyon sok lehetőséget. Kellett neked ezt leülni és egy picit magadban rendszerezni, vagy hagytad, hogy sodródj vele, és eljött az a pont, amikor azt mondtad, hogy na, én ezt így viszont nem akarom, mert másképp szeretném csinálni, és az volt a váltás.
az is volt a váltás, de ugye azért azt tudni, hogy nem csak én voltam, az elsők között voltam, meghatározó nagy hangom volt, tehát hogy akkoriban azért volt egy időszak, amikor tényleg a Csapból is, és az egy más típusú én márka volt, az is nagyon izgalmas volt, de ma már semmiképp nem úgy csinálnám. Tehát ugye azért nyilván szerintem, hogy az ember változik és érik, úgy lesz teljesen másra szerintem igénye, főleg, hogyha megtapasztalja azt, amit hát azért a mai világban, ahogy elmondtad, ez már teljesen természetes, hogy valaki kiteszi magát, megosztja a gondolatait, vagy ebből pénzt keres úttörőként az elsők között, hát ezért komoly támadást kaptam, hogy hát mit képzel ez a kislány magáról, hogy 24 évesen azért keres pénzt, és azért kap pénzt, hogy blogbejegyzéseket ír. Hát ki ő? Mit tett le az asztalra? Mit tud felmutatni? És ezeket a kérdéseket most is halljuk az influencerek kapcsán gyakran, de ez már akkor is megjelent, és hát nyilván, amikor pedig megjelent egy könyvem, akkor mi volt az első? Hát blogból? Hát hogy? Mit képzel ez magáról? Túl fiatal ehhez? Miközben már előtte volt, akinek blogból lett könyve. Tehát én nem én voltam a legelső, csak én voltam a leghangosabb lehet. Szóval, hogy ezt is azért mondom óvatosan, mert akiket én ismertem, ugye milyen érdekes, akkor még ismertünk nagyjából mindenkit, aki kirakta magát. Ma már nem. Á, fia, nekem mondanám 2-3 olyan nevet simán, akikről fogalmam nincs, hogy kicsodák, igen. És közben egy bizonyos szubkultúrán belül meg iszonyúan pontosan ismertek, vagy elismertek. Hát ez ugye relatív nézőpont kérdése minden ilyen. Ha az én márkáról beszélhetünk, ugye, ami a te szakterületed, akkor a saját tapasztalataidból tudsz én leginkább merítkezni, vagy mások tapasztalataiból, amire te egy jó modell tudsz felállítani, és ebben segíteni az utánuk érkezőként? Az elején egyértelműen a saját tapasztalatomat tudtam használni, ami valameddig nyilván limitál. Tehát, hogy azt tudod átadni, ami lehet, hogy neked működött, hogy írj egy blogbejegyzést, hogyan tárgyal szponzorokkal, mit mondj, mit nem mondj. Tehát ez egy ideig működött, de egy idő után nekem is nyilván oda kellett figyelni arra, hogy oké, akkor mire van igény, mi az, amit én szeretek csinálni, és Brennan érdekelt az, hogy mondjuk, ha valaki egy olyan tanácsadó, kurzusokat árul, szolgáltatásokat értékesít, hogyan lehet egyébként abból még többet kihozni, és nyilván ugye használtam azokat az alap, nem tudom, logikai akár folyamatokat, amik alapján én építkeztem mindig, mert ugye az elején én azt gondoltam, hogy hát ez biztos csak így valami jött, és akkor nem tudom. De nem, ahogy elkezdtem dolgozni másokkal, láttam, hogy minden végtelenül logikus. Tehát, hogy azt, hogy egy posztot miért teszek ki, mikor, milyen szavakat használok, hogyan írom meg, mikor, ha valamit akarok értékesíteni, hogy töltök meg egy előadást. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes volt látni tudott távban, és utána pedig, amikor jöttek hozzá mondjuk olyan sikeres vállalkozók, akik tényleg a szakértőként is a legnagyobb nevek itthon, már be tudtam azt építeni mondjuk egy más, például egy kampányt hogyan építünk fel. És érdekes volt látni ezt, és nekem is kihívás volt, hogy oké, akkor ez hogy lehet ezt a fajta eszköztudástárat átültetni, és másokat, nem tudom, extra bevételhez és elismeréshez juttatni, és hát annál jobb tényleg nincs, mint amikor látod, hogy valaki érted, azért tud kiteljesedni abban, amit csinál, mert hogy segítettél neki. Tehát, hogy ez izgalmas volt, de az elején én sem gondoltam, hogy ez így egy az egyben átültethető lesz. Mert hogy sokan vannak, akik azt gondolhatják, feltételezem, hogy ha kimondjuk az, hogy én márka, akkor az azt jelenti, hogy egyfajta ismertség, egyfajta sztárság, mert hogy rólam van szó, ugye minden szentnek egy kicsit maga felé nyúl a keze, akkor az azt, hogy én majd kilépek a nagy közönség elé valamilyen formában, és akkor el kell mondanom, hogy én amit reggeliztem, mit ebédeltem, milyen színű volt a gyereknek a pelusa, milyen volt a kutyája, és stb. Tehát, hogy bele átlépünk akarva, akaratlanul egyfajta intim szférába is. Mit jelent a te megfogalmazásod szerint az, hogyha arról beszélünk, hogy valaki építi saját magát, és ez egyáltalán milyen felületet jelent, kizárólag a közösségi jelenlétet, vagy tágabb értelemben is vehető? Kezdem hátulról. Én azt gondolom, hogy egy én márka, tehát mindenkinek van én márkája. Tehát, hogy a bolti eladónak, annak, aki most nem tudom, fent eladó valamelyik üzletben, bárhol. Tehát, hogy mindenkinek van egy én márkája, amiről ismernek téged. Tehát, amikor besétálsz, szokták mondani, amikor besétálsz a szobába, amit elmondanak rólad, az az én márkád. Én azt mindig kiszoktam egészíteni, hogy nem feltétlenül, mert hogy abban lehet projekció, abban lehet az, hogy valaki terjesztett rólad, mondott rólad valamit, vagy nem is nézett utánad, és csak hallod, és akkor nem feltétlenül az igazi képet fogja mondani. De én azt gondolom, hogy egy olyan világ felé haladunk, ahol mindenkinek szükséges is lesz, szinte nem mindenkinek, de nagyon sok mindenkinek szükséges is lesz, hogy legyen én márkája.
Hát alapvetően azért nehéz ez a kérdés, mert vannak erre nagyon komoly kifejezések, meg szavak, meg mondatok, hogy ezt hogyan kell. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy olyan, akár hogyha mondjuk szakértő énmárkáról beszélünk, egy olyan tudás, egy olyan hozott tapasztalata, amit használ annak érdekében, hogy másoknak segítsen és másokat szolgáljon vele. Aha, tehát ez nem csak saját magadról szól, vagy saját magáról szól, sőt, elsődlegesen nem saját magáról pontosan kell szólni. Elsődlegesen szerintem az a legfontosabb, és ezért is, hogy másokat szolgálj meg. Nagyon sokan tudod, az ennek pont nemrég posztoltam erről, hogy mert nekem nincs elég, nem tudom, like a posztokon, és akkor mi lesz velem? Mert hogy neked oda vetsz Nórának. Nem nekem, ja. Hanem csak alapvetően kiraktam egy posztot, tudod, szoktak lenni olyan jellegű posztok, hogy idézőjelb közé teszed, amit mondjuk mások mondanak, és kifejtem utána egy ilyen lapozgatós posztban, hogy mire gondoltam. És nagyon sokszor hallom azt egyébként ügyfelektől is, hogy hát nem mennek a posztok, senkit nem érdekel, közöny, érdektelenség uralkodik, hogy akkor igazából minek posztoljak. És akkor erre szoktam azt mondani, hogy igen, mert valószínű, hogy nem figyelsz oda rájuk, nem is érdekel az, hogy ki van a másik oldalon, csak elvárod, hogy téged, nem tudom, rajongjanak érted, és te legyél az Atya Úristen, és azt gondolod, hogy ez így eleve elrendelt, tehát hogy ez eleve, hogy mondják ezt Úristen? Úgy, hogy eleve elrendelt, eleve magától értetődnek. Pontosan, hogy magától értetődnek, erre gondoltam, igen, hogy magától értetődnek veszik sokan azt, hogy azért, mert én megmutatom magam, azért, mert én megosztok egy jó gondolatot, vagy a tudásomat, akkor mindenkinek szeretnie kell, és oda meg vissza kell lennie, értem, de ez nem így van. Tehát, hogy nagyon fontos szerintem azt, hogy sokan a hétköznapokban elfelejtik azt, hogy de a közönségre oda kell figyelni, de kapcsolatot kell velük ápolni. Nem lehet az, hogy én kiteszem magamat, és jaj, de szép vagyok, jaj, de okos vagyok, szeressetek, imádjatok, tehát ez nem így működik. És így csúszik szét szerintem nagyon sok mindenkinek az énmárkája. Amúgy ezt nehéz is lehet külön választani, nem? És pont egy picit, hogy rád is visszacsatoljak, talán a te eseted is ezt mutatja, hogy ha nagyon-nagyon keresek a múltban, sem tudnék semmi olyat mondani, ami a te személyedhez privát életből köthető. Igen. Tényleg nem. Talán, hogy van egy kutyád, vagy van egy kutyátok, igen, ugye, Vizslásújlakon, hogyha jól mondom, tehát, hogy mondjuk így ennyi. És mégis volt egy olyan hullám körülötted, meg egy olyan felemelkedés, amire azt gondolod, hogy mindenki tudja, hogy ki az az Oravec Nóra, és közben igazából, ha nagyon őszintén akarok, szerintem senki nem tudja. Komolyan mondom. Ez így van, mert nekem az volt az elsődleges szabály magammal szemben, amit annak az idején megkötöttem, hogy vagy szerződés, nem tudom, hogy mondjam ezt, hogy én a magánéletemről soha semmit, senkinek semmi köze hozzá, hogy nekem van-e valakim, hogy én férnél vagyok-e, hogy van-e gyerekem, senki soha nem fog tudni erről semmit, ha csak nem véletlenül lát engem valahol. Mert nem erről kell szólnia. És nyilván én mindenkinek elfogadom a döntését, hogy hogyan építi az én márkáját, nekem ez fontos volt. És hát annak idején is arról írtam, amit megtapasztaltam, és ez számomra teljesen jól működött. A közönség örült neki, hogy végre valaki kimondja azokat a dolgokat, amiket ők is megtapasztaltak, és aztán nyilván ez később szakmailag is megtörtént, mert most ugyanazt csinálom, amit régen, csak most olyan élethelyzeteket veszek elő, amit ők is megélnek, csak mondjuk lehet, hogy éppen nem tudnak megfogalmazni, és visszaveti őket. Akkor, amikor te úttörővé váltál, már így gondolkoztál, és ezt szerint éltél, vagy te miben láttad a magad quintesszenciáját? Nem, egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy én már miután megvolt az első, már a második könyv, harmadik könyv, utána mentem ki külföldre gyakrabban, én addig nem nagyon voltam. Ami bennem volt alapvetően, az, hogy volt egy hatalmas hajtóerő, hogy én nem lehet annyi az életem, hogy így, nem tudom, tehát hogy én körbenéztem, láttam azt a potenciát, hogy elmentek egyetemre, és akkor lehet egy turizmus diplomám, mert ugye az akkor valamiért nagyon érdekelt, nyilván az utazás miatt, és nem tudom, azt, hogy hamar éreztem, hogy nem az én világom. Hogy mi az, amit akkor megéreztél a világ működéséből, hogy az tuti kelendő lesz, és jól fog működni, és jól fog menni? Az, hogy addig senki nem nagyon posztolt olyan gondolatokat a social media felületeken, leginkább Facebookon, mert ugye akkor az volt, amin keresztül mentek. Tehát, hogy akkoriban még nem volt az trend 2011-12-ben, hogy te idézeteket osztál meg, és ezzel most nem azt mondom, hogy idézeteket írtam, mert blogbejegyzéseket írtam, és ezek ebből voltak kivonatok, de hogy nem nagyon volt olyan, hogy bárki ezt megtette volna, és nagyon sokáig nem ismerték, miután engem elkezdtek érte támadni, mert hogy hát az
az Oravesz Nóra kirakja a gondolatait, és micsoda támadást kap, hát én ezt köszönöm. És ma már milyen természetes az, hogy bárki, de mindenki kirakja azt, hogy mi megy keresztül, mi történik. És szerintem az, hogy akkoriban ugye még annyira éhesek voltak az emberek a kapcsolódásra, és megjött a social media, és ezt erre lehetett használni nagyon jól, és ez egy újdonság volt akkor. Ma már nem az, akkor az volt. Igen, de mondjuk egy újdonság előtt is járni, most például mindig gondolkozom azon, hogy vajon mi lesz a következő nagy robbanás. Sose gondolkoztam rajta. Nem gondolkoztam. Képzeld el, soha nem gondolkoztam. Nagyon ösztönösen ott volt bennem, hogy én mit csinálnék, én mit olvasnék. És nagyon érdekes volt, hogy akkoriban mindig olvasgattam, nem tudom miért, idézeteket, és akkor valami lelkiállapotomra kerestem mindig valamit, ami úgy passzolt hozzá. És ezt kezdtem el csinálni, mert az volt bennem, hogy ha én keresgélek, lehet, hogy más is keresgél, és ugye ez miről szól, szeretnék másokhoz kapcsolódni. És addig én azért eléggé magányos farkas voltam, és eléggé egyedül voltam azzal, hogy én megyek előre, és én megvalósítom magam, mert leginkább a támadásokat kaptam. Szóval én szoktam mondani, hogy lehet, hogy engem támadtak online akár, de előtte általános iskolában, meg amiben én felnőttem a suli környezetében is, hát azért az ahhoz képest azért az kemény volt, szóval nem kellett ehhez egy online felület, nem, hanem a mindennapi életben is tapasztaltál ilyeneket. Emiatt volt benned egyébként egy olyan vágy, hogy te erre vagy szeretnél rácáfolni, vagy megmutatni, vagy bebizonyítani az ellenkezőjét, tehát hogy érezted, hogy van egy ilyen felhajtó erőd? Az az érdekes, hogy nem az érdekelt, hogy nekik bármit bebizonyítani, mert olyan erősen éreztem azt, hogy van bennem valami, amit nekem ki kell hozni, hogy én addig megyek, amíg nem lesz valami, és ha nem hisztek bennem, az sem érdekel, én megyek előre, és megcsinálom. Csak ugye az elején még volt benne egy ilyen düh is, hogy miért nem értetek, és ugye az meg a szavaimban, ahogy írtam, abban kivetült. Tehát ugye azért ezt is látom én is, hogyha visszanézek régi írásaimra, hát azért látszik benne, hogy milyen szavakat használtam, milyen kifejezéseket, és néha, bár optimista dolgokról írtam, mégis egy picit ilyen olyan volt, hogy így benned is így azt érezted, hogy ez egy kicsit lett egy kemény. És nagyon sokat puhultam az évek során, de ez pont azért van, mert nyilván én is nagyon sokat dolgoztam magamon. Nyilván 23 évesen máshogy ír az ember lánya, mint 33 évesen, szóval, hogy... De nagyon érdekes egyébként, ezt most nemrég nézegettem vissza a régi bejegyzéseimet, hogy hát valahol értem, hogy volt, akiben kiverte a biztosítékot, hogy 24 éves kislány, ez így mit irogat. De közben meg annyira azt érzem a szavaidból ki, hogy egy nagyon-nagyon komoly úton, egy nagyon komoly fejlődési úton mentél keresztül, ami gondolom, hogy egy picit magától értetődő is volt, hiszen hozzák az évek, meg volt ebben tudatosság is, és ma már ezzel a kis batyúval, amivel rendelkezem, mit látsz, hogy ahhoz, hogy én jól tudjak bármilyen területén az életnek kiállni magamért, jelen lenni, megélni, sikert elérni, ahhoz mekkora tudatosság kell, mekkora önbizalom, mekkora előrelátás, hogy adott esetben ezekbe a csapdákba már ne lépjek bele, amikre te mondjuk így fel tudod hívni a figyelmet, vagy jó az, ha az ember megtapasztalja, mert ezeken keresztül tud jól fejlődni. Igen, nem biztos, hogy azt fogom mondani, amit a legtöbben szeretnének, de én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell ezt talán tapasztalnia, azt, hogy igen, néha nehéz, felküzdjük magunkat a tetejére, és nagyon nagy siker is akár lehet, és minden szépen összeáll, de onnan én még nem láttam olyat, nagyon sok mindenkivel találkoztam, interjúztam az ügyfeleim, tehát így egyszerűen mindenkinek van egy ilyen mélypont az életében, amikor azt mondja, hogy oké, akkor innen utána tudom azt mondani, hogy mi fér bele nekem, mi nem. Mert amikor tudod, az elején elindul valakinek a karrierje akár, például ahogy nekem is, hát ott kapkodsz minden lehetőségnek, úgy örülsz, nem tudod, hogy hova kapkod a fejedet, hogy te jó Isten, erre is igent kéne mondani, arra is. Nem azért, mert hogy a pénz miatt, nem. Gondolj bele abba, hogy úristen, ezért dolgoztál 4-5 éven keresztül, és végre történik, és mi lesz, hogyha most nem mondasz erre? Hú, hívtak egy tévében reggeli műsorra, de aznap van valami más is, hát akkor azt, ha belehalok is, azt össze fogom egyeztetni. Lehet, hogy nem lesz energiám a nap végére, de megcsinálom, mert hogy lehet, hogy azt fog továbbvinni, meg amiatt lesz az, hogy írhatok még egy könyvet, és nekem ez volt mindig a fontos. Írhassak, és kész. És gondolj bele, hogy amikor ebbe belemész, annak nem tudod egyszerűen kikerülni azt, hogy egyszer ne omolj össze benne, amikor már túl sokáig húzod ezt a tempót, és ezt nem lehet sokáig húzni. És mindenki a saját bőrén tapasztalja ezt meg. Nem láttam még olyat, hogy valaki így óvatosban tolta, és akkor, hát majd ez nem. Egyszer, és utána már én is jobban odafigyelek most. Most már sokkal tudatosabb vagyok, de annak idején senki nem készített fel arra, hogy mi vár rám,
hogy amikor panaszkodtam, hogy valami nehéz, akkor azzal jöttek, hogy ja, te panaszkodjál még itt a jó életedben, túl gondolod, ez nem úgy van, ezzel jár. Miket szoktak még mondani, hogy erre, hogy szokták ezt mondani, úristen, hogy erre vállalkoztál, tudtad, hogy ez ezzel jár. Hát ezektől én ki voltam. Ha honnan tudtam volna, hogy ez ezzel jár? Ezért voltál úttörő egy témában, hiszen egy teljesen ismeretlen terepen lépdelt, egy aknamezőn igazából, nem így tudom így vizuálisan megjeleníteni, hogy úgy kellett azt néznod, hogy éppen ha rá is lépsz, az miért fog robbanni, vagy hogyan fog robbanni. És ezért is fontos, érted, azt beszéljünk arról, hogy mi van mögötte, mert hogyha nem beszélünk róla, akkor azok, akik most kiteszik magukat, azt gondolják, hogy hát, hogy itt minden boldogság, nézd, forgatnak megint, nézd, külföldön van, mennyi pénzt keresnek, jaj, de jó. És aztán meg közben mögötte meg mi történik, arról meg már nem beszélünk, és akkor... Na. Nagyon kevesen látják és tudják azt, hogy egy sikeres énmárka mögött milyen bejárt út van, ami a maga kis elágazásaival, akadályaival együtt lett azzal, amit mi aztán már majd a kirakatban látunk. És egy pillanatra szeretnék ezen a kérdéskörön úgy elidőzni, hogy a te weblapodon is olvastam, hogy nálad azt a kifejezést használtad, hogy volt egy masszív kiégési időszak. Na, a kiégés az annak volt az eredménye, hogy egy olyan robbanásszerű felhajtás volt körülötted, amiben magad sem számoltál, vagy pedig egy olyan motorba, egy olyan monotonitásba kerültél bele szakmailag, amiből egyszerűen muszáj voltál kilépni, mert azt érezted, hogy ez egy nagyon lefelé mutató tendenciát folytat. Én inkább azt mondanám, hogy amit én ott megtapasztaltam, az valami olyan volt, amit el nem tudtam volna képzelni, hogy megtörténhet. Tehát emlékszem, hogy már előtte ott több bloggerrel ismertük egymást, jobban voltunk, sokat beszélgettünk arról, hogy egyszer, amikor majd összejön, de nem gondoltuk volna, hogy az, amit mondjuk én megtapasztaltam, az lehetséges. Pontosan ezért, meg azért is, mert nagyon sokan mondták, hogy Nórika, használd ki, ameddig ez tart, mert lehet, hogy jövőre már sehol sem lesz. Tehát ez olyan szinten meghatározta azt, hogy én hogyan dolgoztam, hogy csak nem, mert hogy konkrétan félelemből mentem előre, hogy erre is igen mondok, azt is mindent csináljunk meg, mert nem tudjuk, hogy mikor lesz vége. Uh-huh. És ez annyira jó, hogy most ez történik, meg szeretnek, te jó Isten, erre vágytam mindig. És így egyszerűen ebben a nagy kapkodásban éreztem azt, hogy mellette én még képzett social media menedzserként dolgoztam 2 évig, miközben országjáró turnékat szerveztem és jártam, szponzoraim voltak, könyvet írtam, blogot írtam, és mindent egyedül, és szoktam mosolyogni, amikor régen ezen mondták, hogy úristen, hát hogy ez nem is munka. Hát most megnéznék egy podcastnek a szerkesztőségét, hogy hogyan is néz ki az, ami kikerül. Hát ott van egy szerkesztő, van még egy szerkesztő, van még egy vágó, van még egy... Tehát akkor a csapatokban dolgoznak, én mindent egyedül, és mellette még 5 social media menedzseri pozíciót töltöttem be külsősként. Mert annyira féltem attól, hogy ennek vége lesz, és még van, bőle meg kell élni. Tehát hogy az első 2 év az nekem ilyen volt, és hát ebbe persze, hogy belebetegszel. És aztán az első év végére már ugye akkor volt ez, hogy ki tudtam menni Amerikában először, és akkor az nagyon nagy szerelem volt. Ott, mire visszajöttem, ott aztán ott jött először az, hogy most akkor elértem, amit akartam, kint voltam, akkor most mi lesz? És emlékszem, hogy így nem tudom, lehúzott redőnyök mögött éltem egy jó ideig, és kisen nagyon mozdultam. Aztán addigra már, mire megint elkezdtem kimozdulni 15 körül, mert akkor már annyira sokan ismertek, hogy kimentem az utcára, és odajöttek, figyeltek. Volt olyan szülinapom, hogy konkrétan 2 óránként máshova kellett mennünk, mert jöttek oda, figyeltek, fotózzunk, és így van, hogy én csak szeretném ünnepelni a szülinapomat. És akkor így akkor volt az bennem, hogy ezt így nem lehet. Nagyon sok mindenki volt akkor azért körülöttem, mert hogy hát ismert a Nóri, akkor biztos, hogy sokan megtapasztalják ezt akár. Hát egy típusú érdekfűződés egyébként. Pontosan. Megfürdőznek egy kicsit a te sikeredben ezek szerint. De ez nem is kell ismert embernek lenni. Tehát, hogyha valakinek egy picit csak jobban megy hirtelen, vagy van egy olyan munkája, látom magam körül is, hogy hányszor van az, hogy ott akkor hirtelen mindenki nagyon szeret, de amikor meg már nem megy annyira jól, akkor eltűnnek. És egy idő után én konkrétan tudatosan vontam ki magam így mindenből, és nagyon-nagyon kevés emberrel beszéltem már csak, és egyre kevesebbet mozdultam ki, ami szintén social media szereplőknél ez gyakori szokott lenni, hogy nem nagyon mozdulnak ki, mert nekik az nem való. Tehát egyszerűen nem élhető az a világ, amikor bámolnak téged, amikor bemész akár egy bevásárlóközpontba, most mondok valamit. De közben annyira érdekes, mert nagyon sokan vágynak erre. Pontosan. Igen. Tehát, hogy aztán meglepődnek, hogy az, amivel szembesülnek, az
Amúgy érdekes dolgot fogok most behozni, megmondani, hogy szerintem talán adott esetben akár nem is róluk szól. Tehát önmagában az a tény, hogy van ott egy ilyen idealizált valaki az éterből, aki húsvérember kézzel fogható, és én ott lehetek a közelében, az nem róla szól, hanem arról, hogy én ott lehetek az ő közelében. Hát ezért van az, hogy biztos neked is van sokszor olyan, hogy oda mennek hozzád, és nem beszélgetnek veled. Csináljunk egy selfit. Igen, a közös képben. Mondjuk, és akkor így... Ott a másik oldal, hogy mit tudnak beszélgetni, mert ők azt gondolják, hogy ugye ismernek téged, te viszont nem ismered őket, szóval van ebben egy ilyen... De tudják mondani, hogy miért kedvelnek téged, vagy mit adtál nekik, vagy tudsz velük beszélgetni. Nekem az életem arról szólt az utazások során, hogy egyedül utaztam, és idegenekkel beszélgettem mindenhol. Ugyanezt csináltam az olvasókkal egy-egy könyvbemutató után is. És akkor odajöttek, beszélgettek, milyen napod volt, és mit olvastad ezt a könyvet, hú, de jó, érzed. Tehát, hogy meg lehet ezt csinálni, csak nagyon sokan egy idő után ettől befeszülnek, mert hogy hol élmény az, hogy kimozdulsz, és ezt kap el téged mindenhol. Leülsz egy metróba, és akkor a metróban is az történik, hogy figyelnek téged jobbról-balról. Hát ez nem tudsz úgy élni. Amúgy a világsztárokat nem szoktam irigyelni, mert ők szerintem egyébként valami hasonló mehetnek még nagyobb volumenben keresztül. Akkor fejtsük már meg kérlek azt, hogy egy stabil, magabiztos, én márkát építő egyénnek mennyire kell erős személyiségnek, vagy mondjuk talán inkább úgy kérdezem, hogy szerintem milyen személyiséggel érdemes bírni ahhoz, hogy ne roskadjon össze annak a súlya alatt. Hát, hogyha elég ideig csinálja, akkor az élet meg fogja szépen edzeni, és ez most borzasztóan közhelyesen hangzik, de arra vagyok, hogy megtehetem. Ó, de legalább van öniróniája, látjátok? Hát, mit csinálja? Na, ez 10 pontos volt. Igen. Na, de hogy... Mi volt a kérdés? Szóval, hogy mennyire kell, bocsáss meg, igen, stabil személyiségnek bírnia, személyiséggel bírnia annak, aki az én márkáját építi, és mondjuk nem tudja, hogy mire számítson. Hát figyelj, én azt mondom, hogy az első 2 évben mindenki annyira arra fókuszál, szerintem az első 2-3 évben, hogy gyerünk, adjunk bele mindent, ezért csak a munka van előttük. Biztos, hogy te is megtapasztaltad azt az elején, amikor ezerrel mész és csinálod, és akkor nem érdekel semmi, ami kívülről jön. De később, amikor mondjuk már nehezebb, akkor elkezdesz kifelé lehet tekinteni, és akkor már lehet, hogy rosszabbul érint mondjuk egy olyan megjegyzés, vagy egy olyan történés, és én azt gondolom, hogy ha valaki azért 3-4 évig ezt csinálja folyamatában, ott meg fog erősödni, mert az én márka az nyilván tőled működik, hogyha te nem rakod bele magad, ha nem posztolsz, akkor ott van vége. Tehát, hogy ezért is van az, hogy nagyon sokan várják itt a passzív jövedelmeket az én márkákból. Hát nem létezik olyan, hogy passzív jövedelem az én márkából, sose fog. Tehát, hogy igen, bármilyen rendszert össze lehet állítani, ami majd csinál valamiféle bevételt és generálja, és tök jó, de hogy alapvetően, amíg én márkát épít, ezt be kell látni, hogy hát ott dolgozni kell. És ahhoz pedig, hogy valaki hosszú távon fenntarthatóan tudjon építkezni, ahhoz kell egy pszichológus, coach, bármilyen szakember, aki ott van mellette, mert ezt nem lehet egyedül szerintem egy bizonyos idő után csinálni. Még akkor se, hogyha én abban tudatos vagyok, hogy még mennyit szeretnék magamból adni? Ó, persze, hát tudod, mennyi olyan ügyfelem van, aki 10x éve vállalkozik, és körülbelül 3 éve van, 2 éve, 1 éve, fél éve én már kell, és nagyon jól is megy neki, és még most is hoz olyan döntéseket, ami nemhogy kiégésbe, idegösszeroppanásba vinni őt bele, mert egy régi mintákba belenyúl, és akkor bizonyítani akar, hogy hú, én ezt bevállalom, mert ezzel bizonyítok, hogy úristen, én mennyit keresek most, mennyire jól megy nekem, tehát hogy mindenkinek megy egy mozi a háttérben, hogy mi az, amit tudod, ami miatt egyébként először lehet, hogy összedőlt az egész, vagy bennem is volt egy ilyen, amit mondtam, egy ilyen erős bizonyítási vágy, hogy na majd én megmutatom, meg kihozom belőlem, mert senki nem látja, mindenkinek van egy ilyen. És pont ez az, ami néha vissza-vissza tud jönni, és például nála is, egyik ügyfelemnél is folyton oda kell figyelni, egy hello, ezt nem hozunk ilyen döntést, mert ebből lesz az, hogy kórházba fogsz kerülni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy idő után nyilván tudatosabbak vagyunk, észrevesszük azt, hogy közeledik egy kiégés, most akkor lassítsunk, de szerintem egy idő után fontos az, hogy legyenek olyan mentorok, meg olyan emberek az életedben, akivel ezekről tudsz beszélni. Az én márka az kizárólag online térben létezhet, vagy ezt offline módon is meg lehet oldani? Persze. Mert ez egy tök érdekes aspektus, nem? Hogy megint csak oda tudok visszacsatolni, hogyha azt mondom, hogy én márka, valamit sikerre viszek, legyen az a saját személyem, vagy egy termékem, vagy egy szolgáltatásom, amin keresztül, hogy akkor, mint kimondtuk, egy picit magamat is megmutatom, azt csak ma már ebben a nagyon-nagyon túl digitalizált világban nem. Tehát, hogy tudok úgyis jól
építkezni, hogy abszolút offline maradok. Más stratégia, más stratégia. Mondok egy példát, amikor én New Yorkban voltam kint, nem tudom, pár év, akkor volt egy pasi, akit interjúztattam, és ő arról híres, hogy neki minden este 7:45-kor van egy vacsora nála, nem minden este, minden héten volt egy este. Most már nem tudom, hogy csinálja még, de ő abból épített ki egy énmárkát, hogy az utcáról az elején szedett össze idegeneket, felvitte, és akkor vacsoráztak egyet, és a vacsora az mindig ugyanaz volt, paradicsomszósz, meg van spagetti, és akkor ez a 747 klub volt a neve, és ő ebből egy akkora vállalkozást épített, hogy aztán el is kellett kezdeni online is jelen lenni, de itt ugye egymást ajánlották, hogy oké, akkor most csinálok egy olyan vacsorát, ahol csak könyvszerzők jöhetnek, és akkor körbe kérdezte a barátét, hogy ki ismer olyat, aki mondjuk könyvet írt, és akkor összehozták. És akkor ott ültek egy csomóan, ebből később lett egy nagy vállalkozás, mert nyilván ezt céges környezetbe is be tudták csapatépítésre vinni, de hogy ő úgy jutott el nagyon menő lapokig, és olyan komoly díjakig is, és elismerésekig, hogy ő online nem is létezett. Szóval, hogy vannak imádom erre a kreatív embereket egyébként, tehát hogy ez engem mindig lenyűgöz. Viszont akkor, ha már offline és online, muszáj vagyok behozni a mai kor fiataljait ebbe a kérdéskörbe, akik viszont gyakorlatilag online élik az életüket, és ezt most értsd úgy, hogy minden köszönhetően csak egy COVID-nak például, ami ellehetetlenítette azt, hogy a fiatalok iskolába járjanak, és ott alakítsanak ki közösségeken. Tehát, hogy az életünket gyakorlatilag leuralja az online tér, nem? Jó ebből szerinted néha kivonódni? Ó, persze. Kell is? Hát figyelj, egyáltalán ki tudnak azok az emberek, akik ma nagyon aktívak ott? Hát ugye egy idő után szerintem, amikor nagyon fáj már azt, hogy sok időt töltesz online, mindenkinél eljön az a pillanat, amikor hétvégén már lekapcsolja a telefonját, és nem nézi az e-maileket, vagy nem letörli a social media appokat. Tehát ugye én még nem nagyon láttam olyat 30 felett, hogy ne jött volna az életükbe, hogy oké, akkor most egy kicsit ilyen social media detox meg minden, és az meg, hogy amikor egy énmárkát épít valaki, kivonul-e egy időre, én azt gondolom, hogy a mentális épséged az első. Tehát hogy az, hogy te jól legyél, hogyha hoz, az kell, hogy te évekig nem posztolsz, és mondjuk más stratégia alapján építed az énmárkádat, ahogy mondjuk én is azt gondoltam, hogy nekem most arra van szükségem, hogy egy zárt közösségben én döntsem el, hogy kinek kommunikálok, van jogom hozzá megtenni. De találhattam volna más megoldást is rá. Érted, hogy... Abszolút értem, és közben ugye értem szerint párhuzamosan futtatom persze a szálat, amit belőled ismerek, és például a közösséget tagja vagyok, hogy a tanulási folyamatod mindeközben egy percre nem állt meg, tehát hogy ráadásul vissza is forgattad magadba azokat a bevételeket, amiket megszereztél idővel, és ez egy lenyűgöző lehetőség számodra, vagy volt előtted, de ezt nem biztos, hogy mindenki meg tudja tenni, vagy meg akarja tenni, nem? Vizslásújlakról jöttem, egy két utcás faluból, ahol a szüleim, apukám szobafestő, anyukám volt eladó, 0 forinttal jöttem fel Budapestre, a diákhitelemnek az utolsó törlesztő részletével, amit leéltem, kiéltem, és utána kaptam egy munkát, és úgy kezdtem el az életemet. Szóval, ha nekem valaki azt mondja, hogy jaj, neked egyszerű, meg nem mindenkinek lehet, beletettem 5 évet, beletettem 6 évet, beletettem 14 évet. Mindenki meg tudja csinálni, főleg most, mert régen mi volt? Nekünk még nem volt olyan, hogy letöltök bármilyen ezért anyagot, segédanyagot, vagy kurzusokat, hogy mit, hogy kell csinálni. Itt van annyi tanácsadó, megtanítják neked. Neked csak le kell tenned a fenekedet, meg kell nézni pár kurzust, tesztelni kell, és milyen egyszerű, sikerülhet. Tehát, hogy ha valaki, amikor nekem azt mondja, hogy neked egyszerű volt, ez nem mindenkiben van benne, hát ez nem így van. Amúgy olyan édes voltál, olyan voltál, mint aki gyorsan az önéletre az első 5 sorát így felolvasott, hogy ez így annyira benned van, egy kicsit azt érzem, hogy emiatt is bőven, mintha értek volna támadások, hogy ha meg kellett mondod, be kell bizonyítanod, hogy nem, ez a saját munkád gyümölcse, amit elértél. Nem feltétlenül, inkább amikor az ügyfelek tudod azzal jönnek, hogy neked egyszerű, neked ilyen a személyiséged, meg neked egyszerű, te tehetséges vagy, és így. Hát mondom, van akinek sokkal szebb a honlapja, mint az enyém, én magamnak csináltam, nekem az elég, lehetnék tehetségesebb is. Tehát, hogy így értetted, hogy egy csomó olyan dolog van, hogy nekem aztán semmi sem tökéletes szerintem, még az online jelenlétemben sem, de pontosan azért, hogy lássák, hogy nem kell a tökéletesre hajtani, meg a maximalizmusra, hanem igen, legyen jó, legyen megcsinálva, legyen ott az üzenet, legyen, menjen át az, aminek át kell menni, és kész. De nagyon sokan, tudod, így túl gondolják, hogy kell a 3 millió forintos honlap ahhoz, hogy majd én hiteles legyek. Hát nem attól leszel hiteles. Érted? Mi gondolsz, hogy azoknak az embereknek, akikkel együtt dolgozol, vagy akik belőled most ismét kaphatnak, egy picit sikerül a 2 óra, vecnóra közötti különbséget tenni, mint akit egykoron
vélhetően megismertek, és ezt most értsd jól, ma már beszéltünk erről, vagy egy picit mindig fognak azonosítani azzal, ami akkoriban körülvet, amikor a pályát kezdődött, és akkor ez egy ilyen folyamatosan, mondjuk úgy, hogy küzdelem számodra. Hát nem küzdelem, azért nem küzdelem, mert alapvetően egy teljesen más közösség került be a vállalkozói közösségembe, amit 5 éve hoztam létre. Tehát, hogy ez egy, szerintem onnan az 1%-a az, aki tudja, hogy nekem mi volt előtte a karrierem, hogy én blogoltam, meg Facebookon sokan osztottak meg, meg könyveim voltak. Tehát, hogy ezt nagyon kevesen tudják, vagy tudják, de hogy nagyon kevesen ismernek onnan. Úgyhogy ez egy, nekem ez így teljesen jó is volt, meg ezzel nekem nincs problémám, és valójában minden egy én márka is ilyen evolúciós folyamaton megy keresztül. Tehát, hogy volt az elsődleges az Arvetnura 1.0, ahol, de tényleg nem tudom más így elmondani, ahol igen, megosztottam a tapasztalatomat és az utamat odáig, hogy igenis tudom, hogy van bennem valami, és ki akarom magamból hozni, és kutya kötelességem megtenni, mert ha én nem teszem meg, akkor csak panaszkodni fogok, hogy de jó neki, de jó neki, de jó neki, én meg ott ülök, hogy hát ki tehet róla, érted? Aztán ebből tovább vittem egy darabot az új én márkámba, ahol pedig én márkaépítéssel foglalkozok. De teljesen logikus az egész, hogy hát nyilván marketinges voltam világértelme, persze logikus, hogy megkérdezték, hogy másokat nem akarsz építeni, és így. Figyelj is, hogy ha már arról szól a történet, hogy én márka, és ugye jelenlét, akkor segíts egy kicsit, hogy a bóvlit azt hogy lehet kiszűrni, mert hogy én olyanokat szoktam röhögni, de tényleg, hogy jönnek ezek a, nem is boomerkedek, tehát hogy vannak azok a jelenlévők, akik elmondják nekünk, hogy nem tudom, ilyen zsírosan elvett póróba egyébként a trópusi tájkép előtt tudod, hogy ha egy hét alatt akarsz 1 milliót keresni, akkor töltsd le a videómat, mert az biztos, hogy én megmondom neked a tutit, szóval, hogy, és vannak, akik nekik ezt elhiszik, és ők is egyfajta én márkát építettek, és sajnos az van, hogy az online térben mindenből is van. Honnan lehet, és ezt most egy kicsit a másik oldal szemszögéből is kérdezem, megismerni azt, hogy valami jó és valami nem jó. Ahogy te is kiszúrod, szerintem nagyon sokan kiszúrják. Hát de valamitől működnek mégis. Valamitől működnek, mert nyilván mindig van egy olyan réteg, ezért szoktam mondani, hogy a szülőkkel tessék leülni, beszélgetni velük, hogy honnan tudják, hogy mi az, amiben hihetnek, hol vásárolhatnak, meg hol nem, mert nagyon sokszor szokott olyan lenni, hogy anyukád azt mondja, hogy fú, találtam online most valami nem tudom milyen krémet, ezt én megrendelem, és megkérdezett, hogy ez így mégis honnan, meg hogyan, és akkor mondja, hogy de hát nem tudom, milyen pecsét volt az oldalon, és mondom, mutasd már meg a honlapot, és akkor egy csomóan arra fekszenek rá, hogy eladjanak mindenfélét, és aztán meg nyilván az anyuka, aki most kezdett el netezni, mert nem tudom, 50 évesen most ott el odáig, ő még egy jó célpont. Ezért is fontos, hogy a szüleinket edukáljuk arról, hogy ismerik fel, de hogy küldjék el akár csak előtte. De mi meg szerintem egy idő után az embereknek azért erre van valamiféle szeme. Akinek meg nincs, az egyszer megégeti magát és észreveszi. Tehát én azt gondolom, hogy annyian vannak már kint és próbálnak valahogy érvényesülni, hogy egyszerűen nem lehet ezt. Ezt sokat beszélgetünk mostanában erről, hogy lehet kivédeni azokat, akik kóklerek, akik rontják a piacot, de szerintem a természetes szelekció az elvégzi a dolgát. Reméljük, hogy igazad van. Reméljük, hogy így van. Azon gondolkozom még miközben hallgatlak, hogy ez mégiscsak egy női műsor, és hogy kíváncsi vagyok arra, hogy az az út, amit te bejártál, az neked nőként, mint Nóriként, milyen leckéket tanított? Tehát, hogy tényleg már kimondtad többször, egy egyszemélyes harcos vagy, de még mindig azt a világot éljük, ahol hangosnak kell lenniük a sikeres nőknek azért, hogy a saját sikerükön keresztül másoknak is utat tudjanak mutatni. A másik oldalt vizsgáljuk, hogy mondtad, hogy sok nő fordul hozzád segítségért, mondjuk mi az az akut probléma, amivel a mai kor nőjének gyakran meg kell küzdenie, mi az, ami a leginkább beszokott hozzád futni. Ó, hát hasonlítgatják magukat másokhoz. Aha. De olyanok, akiknek nagyon nem kellene, tehát akik a szakmájuk telekrémiát, tehát azért én már képítésre, akik járnak hozzám, ők azért 5-10, akár 20 plusz év karrier van mögöttük. És az, hogy náluk még mindig mozgatórugó az, hogy de hát ő jön, és akkor ő neki látod, mennyi posztja van, mennyi lájkja van, mennyi, őt hívják ott előadni, tehát hogy olyan szinten megy egy ilyen rivalizáció. És hát nyilván ez ugye önbizalom, tehát hogy ezzel nem én fogok tudni kezdeni bármit is. A
Most ugye szóba hoztad ezt az összehasonlítgatást, igyekszem nem nagyon elterelni más irányba egyébként a beszélgetésünket, ami bevallom neked őszintén egy picit nehezemre esik, de csak azért, mert nem akarom, hogy annyi sok területet meg réteget fedjünk le, de mitől lehet ma valaki sikeres? Mert hogy annyira sok minden hatás ér minket is, meg azokat is, akik minket akarnak követni, hogy lehet, hogy annak van egy csúcspontja, de onnan arról nagyon magas, hogy egyébként nagyon nagyot lehet is esni egyúttal, vagy hogyan tudom mondjuk én azt szinten is tartani? Hát szerintem az elsődleges kérdés az az, hogy kinek mit jelent a siker. Mert ami neked a siker, lehet, hogy neked az a siker, hogy te a tévében szerepelj, és mindenki ismeri annyira téged, mint mondjuk egy Ördög Nórit. Míg lehet, hogy nekem az a siker, hogy az erdő kellős közepén legyen egy házam, és onnan csak havonta egyszer kelljen kimozdulni. És jöjjön a DPD futár, és hozzá mindent, amire szükségem van. Lehet, hogy nekem ez a vágyam. Tehát mindenkinek más a siker szerintem van. Akinek, nekem is egyébként az életem különböző fázisaiban is más volt a siker. Volt, amikor az volt a siker, hogy fú, majd egyszer a metróban lesz az arcom kint, és akkor ott van mellett a könyvem, hú, de jó lesz. Megtörtént. Utána megtörtént az, hogy kimentem Amerikába, megtörtént, oké. Okay. Tehát egy csomó mindent megél az ember, és mindig rájön mondjuk egy amerikai TEDx-nek a színpadra lépés előtti pillanatban, hogy hát nem biztos, hogy erre annyira vágytam, és nem biztos, hogy szeretnék itt lenni. Pedig azt gondoltam, hogy... Ezt, ami most komolyan mondtad, aha, muszáj vagyok rá lecsapni, tehát nem akartál egy TEDx-es színpadon állni. Hát én abba belenyomtam magamat, akkor az volt bennem, hogy hát már annyi interjút csináltam nemzetközi világsztárokkal, hogy ez egy ilyen tökéletes kerekkép lenne, és hát, ha majd akkor itthon is jobban elfogadnak és elismernek szakmán belül, mert elég sokszor tapasztaltam nyilván azt, hogy bármit letettem az asztalra, de bármit, az sose volt elég. Nem az én ügyfeleimnek, hanem azokon kívül, rajtuk kívül, és az volt bennem akkor, hogy hát ezt már nem tudja senki megkérdőjelezni, és akkor ott állsz, és az van benne, hogy hát én ezt nem szerettem volna, lehet. Akkor te elgondolkozol, és nekem ott tört meg az a jég, hogy azt mondta, hogy innentől kezdve nem érdekel, hogy itthon elismernek, nem ismernek, kinek mi a véleménye, mert így az elég fájdalmas volt akkor ott, úgyhogy... Az a felismerés, ez egy arcon ütött téged? Hogy hát akkor... mert borzasztóan rosszul sikerült számomra, tehát a saját magamnak az olyan volt, hogy én utána sírtam a szállodai szobában, hogy most tettem tönkre a karrieremet, mert így ez annyira rossz volt. Közben nem... Én láttam azt az előadásodat egyébként annó, és az, hogy ráadásul te angolul tartasz előadás. Én, aki mondjuk nem beszélek annyira folyékonyan angolul, legalábbis volt, amikor jobban beszéltem, mint manapság, azt mondtam, hogy úristen, Nóriát le a kalapát, ezt nem tudnám bárki megcsinálni. De figyelj, ezért érdekes ez a kérdés, amit mondasz, hogy mi a siker, mert hogy akkor én azt gondoltam, hogy akkor fogom majd sikeresnek érezni magamat, és rá kellett jönnöm, amire a Covid egy tökéletes időszak volt, hogy mégis mi a siker nekem, amikor leteszem az elvárást, amikor leteszem, hogy ki mit mond, amikor leteszem, hogy hol kellene lennem, mert ezt látom kint a social médiában, akkor engem mit ez boldog, és teljesen más, mint amit gondoltam volna. És akkor adja magát a kérdés, hogy ez az a pont, ami a sikeren túl van? Vagy éppen kérdezhetem fordítva is, mi van a sikeren túl? Siker csak mindig átfogalmazott szerintem. Tehát ez, és amúgy is szerintem a másik, ami nagyon fontos, hogy letenni azt, hogy mindig meg akarjuk, mindig mindent sikerhez akarunk kötni, néha csak lehet, hogy élni kellene, nem? Tehát, hogy így élvezni, és nem akkor szeretni magunkat, meg büszkének lenni magunkra, amikor fú, most kiadtam egy könyvet, és eladtam 6000, 10000, 20000, 40000 példányt, hanem csak úgy magát a folyamatot élvezni. Az, hogy te ma itt vagy és beszélgetsz velem, az mondhatni, hogy a mai kor Oravec Nórájának egy mérföldköve, nem? Tehát az utóbbi időszakban én kértelek már téged néhány évvel ezelőtt egy egészen más platformon, hogy gyere és beszélgess velem, és akkor mondtad, hogy sorry, de nem fog most menni, és nem szeretnél. Hogy mi változott most, és ez milyen mérföldkő az életedben, hogy ma megint itt vagyunk, le tudtunk ülni, és tudunk beszélgetni, úgymond a nyilvánosság előtt. Nem sietettem magamat, és elfogadtam azt, hogy igen, nem fog eltűnni az a lehetőség, mert emlékezni mondtam neked az elején, hogy ha most nem élek vele, akkor az Anita a büdös életben nem fog többet hívni, és mi lesz akkor velem? Hát akkor nem hív az Anita, én ott ugyanúgy felhívhatom őt, és találkozunk egy kávéra, és tök jó lesz az életem, mert nem fog. Most értetted, hogy nem akarom, hogy ezek a dolgok irányítsák az életemet. Az változott, hogy tényleg adtam magamnak időt arra, hogy azért sok mindenem mentem keresztül, feldolgoztam, élvezem az életet, megtanuljam a határaimat nekem, hogy jó, én hogy élvezem a munkámat, szóval. És most pedig megért bennem azt, hogy egyre többet kommunikálok, úgyhogy szerintem ez a sokan tudod sietetni szeretnék, hogy
mert már annyian kérdezik, hogy mikor fogsz már, mikor jön az új könyv, hát ezt éveken keresztül hallgattam, és akkor én mondtam egyszer, hát majd jön, amikor jön és kész. Erre a pontra is el kell jutni, és szerintem meg is kell ráérni, és az is egy nagyon izgalmas, kalandos út lehet akár. Nóri, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem, és hogy megtiszteltél, és egyébként tök igazad van, mert amikor évekkel ezelőtt kértelek, hogy gyere végül is, nem volt az, hogy nem fog majd a zenét hívni, mégiscsak hívott, ugye pár évvel később, úgyhogy most itt vagyunk, egy élmény volt hallgatni, köszönöm szépen, hogy jöttél, és jól látni, hogy jól érzed magad egyébként. Remélem, hogy a nézőink is így érezték magukat a beszélgetésünk alatt, tegyetek így jövő héten is, mert akkor is lesz hashtag nofilter, nőkfilter nélkül Köbbel Anitával. Sziasztok! Miért ne lehetnél boldog úgy, hogy közben a bolygó is az? A Zöld Rovat támogatója a The Body Shop Magyarország. Sziasztok! A mai Zöld Rovatban egy mindenki által nagyon kedvelt témát hoztunk nektek, ami egyébként szerintem sokaknak még akár a mumusa is lehet. Mindjárt fogjátok érteni, hogy mire gondolom. Az én időről, vagy közkedveltebb kifejezésről, a self-time, vagy me-time-ról lesz szó. És azért mondom, hogy mumus, mert szerintem nagyon-nagyon sokat lehet róla hallani az utóbbi időszakban. Már-már elvárás, hogy adjuk meg magunknak a magunkra fordított időt. Viszont a másik oldalon az van, hogy vajmi kevés lehetőségünk van arra, hogy a mindennapokban mégiscsak kiragadjunk magunknak legalább 20-30 percet egy-egy napból azért, hogy magunkkal törődhessünk és foglalkozzunk a testünkkel és a lelkünkkel. Na, erre szeretnénk rácáfolni és vagy legalábbis praktikus tanácsokat mondani és mutatni nektek. Itt van velem mai beszélgető társam Horváth Szandra. Szia Szandra, köszöntelek! Szia! És te leszel az, aki minket beavat ennek az életmódnak a rejtelmeibe, de akkor kezdjük azzal, hogy szerinted ez tényleg nagyon-nagyon ránk van manapság erőltetve, vagy egyébként ez egy elvárás is lenne a mi részünkről, hogy annyira-annyira túlterhelt mindennapjaink vannak, hogy most már tényleg ideje beiktatnunk ezeket a magunkkal töltött időszakokon. És akkor ebben van az igazság, tehát abszolút nagyon-nagyon rohan a világ, nőként egyre több a feladatunk, tehát dolgozunk, gyereket nevelünk, főzzünk, takarítunk, csinálunk 2 millió másik dolgot, és ehhez nagyon-nagyon fontos az, hogy kis saját időt is betegyünk. Mert gondolj csak bele, hogyha folyamatosan ugyanabban a kis egér kerékben játszol. Nem, hogy belegondolok, ezt élem minden nap egyébként, tehát, hogy nem jársz messze, igen, az igazságtól. Tehát abszolút ebbe teljesen ki lehet fáradni, idegileg, lelkileg, érzelmileg, és az én idő az abszolút szükséges ahhoz, hogy a kiégést el tud kerülni. A magyar társadalom hol tart gondolkodásban szerinted? Mert ezt kevesen merik megengedni maguknak, nem? Tehát egy annyira teljesítményorientált nép vagyunk, ha mondhatom így, hogy mi akkor érünk valamit, hogyha 48 órát ledolgoztam egy héten, a 24 napi órából sikerült 36-ot faragnom, és akkor érzem azt, hogy jó vagyok, és valamit jól csináltam, nem? Ez abszolút így van, és ez nem csak a magyar társadalom egyébként, több helyen éltem külföldön is, ez alapjáraton most már egy globális jelenségnek mondanám, hogy megvannak azok az elvárások, akár saját magad részéről, akár tényleg így hát mondjuk a nyomás, a külső nyomás. Nem vagy elég jó anya, hogyha egyébként megmered engedni magadnak azt, hogy picit törődj magaddal. Igen, abszolút, ez abszolút így van, és ez teljesen normálissá vált a mai világban, és biztos, hogy te is nagyon sokszor hallod azt, vagy akár csak nagyon sokszor gondolod, hogy nem, nekem nincsen arra időm, hogy én időt betegyek, nem tehetem meg, mert azt az időt a munkából veszem el, vagy azt az időt a gyerektől veszem el, vagy a családtól veszem el. Pontosan. Viszont ha így gondolkozol, akkor egy idő után az lesz, amiről már beszéltem, hogy teljes kiégés, és ha kiég az ember, akkor nem fog tudni semmit sem adni a többieknek. Tehát kell az az idő, amit saját magadra fordítasz, hogy feltöltődjél, hogy jól érezd magad, és ebből utána tudjál adni a többiek részére is. Abban is biztos vagyok, hogy ilyenkor az emberek lelki szeme előtt megjelenik a bugyogó medence, a jacuzzi, tudod, egy ilyen homályos, gőz, füstös, fürdős helység, a szauna, stb. De arra mondjuk valami kevés lehetőség van, hogy mindenki megengedhesse magának azt, vagy meg tudja tenni, hogy a mindennapok sodrásából elmegy egy
három nap legalább wellnesselni. Úgyhogy itt jön be az a praktikus lépés, hogy mindezt az otthonunk kényelmében is meg tudjuk tenni, mert hogy kialakíthatjuk ezek szerint magunknak azt a spa élményt, otthoni wellness élményt, amivel mindezt, hát mondjuk, hogy pótolhatjuk, vagy akár még talán jobb is lehet, mint hogyha elmennénk valahova? Akár még jobb is lehet. Tényleg? Azt mondom neked. Wellness élmény, kinek miből áll a wellness élmény? Neked például. Mondjam? Hát biztos, hogy egy olyan teret, egy olyan hangulatot akarnék megvalósítani, amiben el tudok lazulni. Nekem az lenne a legfontosabb. Na most ugye ezt például a kád hiányában én már eleve nehezen tudom megtenni, ez is egy érdekes szempont lehet, hogy nem mindenkinek van otthon kádja, hanem akkor ezt a zuhanyzóban hogyan tudjuk megtenni. De biztos, hogy azt kéne, hogy egy picit egy helyiségben, amit nevezünk fürdőszobának, magamra tudjam zárni az ajtót. Persze igen, tehát hogyha spa és wellness élményről beszélek, akkor igen, valahova a fürdőszoba rejtekébe szeretnék így visszahúzódni. Na, de azon belül mondjuk mit csináljak? Teljesen jól hangzik egyébként, tehát... Kedvet kaptál hozzá, mi? És ráadásul anyukaként neked is kicsit kizárni akkor a világot, a gyerkőcöt, és igazából én itt azt mondanám, hogy ami nagyon fontos egy wellness élmény megteremtésében, azok az illatok, a hangok, maga a nyugalom. És tényleg, ha már itt említetted ezt a zuhanyzós történetet, én is egyike vagyok azoknak, akik sajnos kárdal nem rendelkezem otthon, úgyhogy nálam is a zuhanyzóban kell ezt a wellness élményt megteremteni. Ehhez például egy nagyon-nagyon jó dolog, lehet megkapni vízálló hangszórókat, amivel tényleg ott a zuhany alatt a kedvenc kis nyugtató dallamaimat tudom hallgatni. Hát, esküszöm, nem tudtam, hogy van vízálló hangszórók, most tök újat mondtál nekem. Abszolút, abszolút. De jó ötlet, és akkor beviszem, bekapcsolom így a kedvenc van, kis lángzenédet. Ha éppen felpörögni szeretnél, akkor valami pörgősebb zenét, ha valami nyugtató, akkor egyértelműen ehhez választasz magadnak zenét. És akkor itt jön be a következő dolog, az illatok. És itt néhány illatot egyébként be is készítettem. Jó, jó. Így van. Az egyiket, amit meg fogok mutatni neked, az egy tusfürdő. Levendula és vetiver. Akkor ez valami nyugalmi állapot, így ugye van, a levendula? Így van. Én most azért nem fogok ebben beleszagolni, őszinte leszek. Én allergiás vagyok a levendulára. Komolyan? Igen, és... Én meg szerintem előző életemben mólylepke voltam egyébként. Nekem nagyon meg kellett szerettetnem magammal a levendula illatot. Hát ez egy nagyon intenzív, erőteljes illat, az egyértelmű. Abszolút. És ennek ellenére furcsa nekem, hogy mégis nyugalmi állapotot tud okozni és eredményezni az ember pillanatnyi hangulatában. Tehát mondjuk van egy stresszes nap, így van, stresszes hét, akkor arra törekedjek, hogy valamiféle levendula illattal vegyem körül magamat. Ő ugye, amint említettem, levendula és vetiver illóolajakat tartalmaz. És bocsáss meg, hogy a szabadba vágunk, de mert hogy ha már az illatoknál tartunk, akkor automatikusan az jutna eszembe, hogy mondjuk adott esetben olyan típusú gyertyával vagy illóolajjal próbáljam meg ezt megvalósítani, de önmagában az is elég jó tud lenni, hogyha mondjuk egy olyan tusüldő testápolót használok, ami majd így körbe leng utána. Abszolút, és ha már itt tartunk, hogy wellness élmény, maga a zuhanyzás is különböző rutinokból épülhet fel. Itt a rutinok része lehet ugye egy jó kis testradírozás, hogy az elhalt hámsejteket hámsejtek lekerüljenek a bőrről, utána ugye a kis tusfürdőnk, ezután lehet abszolút a testápolás, és ugyanúgy pont a levendulának nem hoztam testkrémjét, de mindjárt mutatok majd másik két illatból, tehát ezzel rétegezed is az illatokat, a bőrödnek is nagyon jót teszel, és tényleg maga az illatvarázs az gondolatba és fejbe is el fog olyan helyekre vinni téged, ami egy nyugalom szigete gyakorlatilag. Hogyha már így a lelki állapotokkal kezdtük, vagy abban mentünk bele, akkor viszont nem csak stresszes lelki állapot van, hanem mondjuk lehet egy nagyon energikus állapotom is, amikor azt érzem, hogy erőtől duzzadó vagyok, és akkor ezt még akár szeretném fokozni, és akkor, vagy nem tudom, hogy kell egy fokozni, hogy akkor is jó mondjuk, hogyha visszahozom magam egy ilyen nyugalmi állapotba, vagy erre is van olyan, ami támogató illat lehet. Erre is vannak egyébként támogató illatok, attól függ, hogyha ebből az állapotból merre szeretnél elmenni tényleg. Igen, logikus. Valami állapot, abszolút ez a levendula vonal, ami nagyon jól megy, viszont ha tényleg azt szeretnéd, hogy fokozni ezt az energikus élményt, akkor erre nagyon-nagyon jó illóolajok, az a
mandarin például, vagy a bergamot. Ugye a bergamot is egy nagyon-nagyon citrusos illat, és ezek gyakorlatilag olyan illatok, amik energizálni is tudnak, de hogyha többet használsz belőlük, akkor ugyanúgy nyugtató hatással is tudnak bírni. Most ez egy tök relatív dolog, hogy mit értünk ilyenkor több alatt. Tehát, hogy mondjuk tusfürdőben használom ezeket az illatokat, akkor értem szerint van egy rutin, amivel éppen végig mosom a testemet. Itt a többet úgy értjük, hogy ha egyébként olyan illatanyagot, vagy gyertyát használok magam igen. körül, vagy mondjuk még illóolajat is beteszek, igen. akkor az egy egészen abszolút. Más hatást fog abszolút. Eredményezni. Abszolút. De érdekes, ezt például tökre nem tudtam. A háttérbeszélgetésünkben pedig behoztál egy nagyon érdekes, egy izgalmas állapotot, ami nekem eszembe se jutott, mert hogyha már spy és wellness, akkor az feltöltődésnek szoktuk egyébként ugye apostrofálni, de közben te mondtad, hogy mondjuk, ha valaki adott esetben éppen betegség közeli állapotban van, akkor is érdemes erre figyelmet és idet fordítani, mert annak is vannak támogató illatai. Igen, az pedig... abszolút. Az egyik támogató illat erre az eukaliptusz. Tehát gondolj bele, megfázás esetén a jó kis mentás eukaliptuszos illat, nem csak jót tesz, jobban leszel tőle, hanem tényleg tisztítja a légutakat, tisztítja a tüdődet, és sokkal jobban fogod érezni magad utána a használata után. Tehát olyankor meg különösképpen fontos az, hogy figyeljünk magunkra és szálljuk rá ezt az időt. Abszolút, és pont így a betegségeknél van az, hogy szerintem mindenki így érzi előtte, hogy szerintem beteg leszek. Na és ez az a pillanat, amikor érdemes már azt, hogy tényleg valami eukaliptuszos, akár illóolaj, akár tusfürdő, akár krémek, akár vannak, nem tudom, gyerekkorodból emlékszel ezek a kis gél, ó, amit igen. Még annó édes. A melkasra kenhető, igen. Van, tehát nálunk például ilyen is van a kollekcióban, és abszolút ezek segítenek abban, hogy gyorsabban átvizeld ezt az időszakot. Bocsánat, hogy szabadba akartam előtte vágni, de már eszembe jutott az is, ugye miért én azt mondtam a legelején a beszélgetésünknek, hogy sokaknak a mumusa egyáltalán ez az otthoni spa és wellness érme, mert hogy nincs időnk rá, hogy ezekre az időszakokra egy napból, egy hétből, vagy egy hónapból, mindjárt mondod, hogy milyen arányt nézünk, mennyi időt kell kiszakítanunk magunkra, ami már tényleg eredményes és hatásos tud lenni? Én azt mondom, hogy akár napjában is szükséges kicsippenteni, főleg gondolj bele, neked is rohanó életed van, és szeretnél úgy hazamenni, hogy ott már jó legyen, az a nyugalom szigete legyen, és ne a családnak vidd haza adott esetben azt a stresszt, amit napközben átéltél. Tehát nekem például erre van az a jó kis módszerem, hogy én addig nem szállok ki az autóból, amíg le nem teszem ezt a stresszes terhet. Jó. Tehát nekem az otthonom a nyugalom szigete. És ha már itt tartunk tényleg, hogy én idő, az akár akkor autóba is lehet, tényleg valamilyen illatosító formájában. Nagyon sokan vezetnek, nagyon sokaknak az a kevés ideje van arra, hogy saját magával töltse, és én számomra tényleg ez a vezetés, és megállok, és az az 5-10 perc, amit még a kocsiban ülök, az illatok ott is a kis zenémet beteszem, elengedem a napnak a történéseit, és tényleg úgy tudok hazamenni, vagy úgy tudok barátokkal találkozni, hogy leraktam a stresszt, és leraktam a napi nehézségeket. Igen, és ehhez viszont szerintem egyébként nagyon tudatosnak is kell abszolút. Lenni egyúttal, tehát hogy erre tényleg figyelni kell. Azt mondom, hogy nem, már pedig most magammal fogok törődni. Abszolút, és ez az, ami nem történik meg a mai világban, amiről már beszéltünk, hogy sajnálják az emberek ezt az időt maguktól, mert ez egy nagyon jó szó, tényleg. Más dolognak a rovására megy. És tényleg, Anita, napi szinten ez kötelezővé tenni. Na, egyébként igazad van benne. Abszolút igazad van benne. Még azon is gondolkozom, hogy főleg talán ez inkább a nőket szokta érinteni, nem? Tehát mi vagyunk azok, akik, és most nem a férfiak ellen beszélve természetesen, de azért nekik más a prioritási rendszerük, meg másképp értékelik ezt az én időn. Tehát talán a gyerekkel a nők töltik a vehemensen nagyobb időszakot, ami viszont rengeteg energiát és visszafordítandó energia szükségletet igénye,
De most egy gyerek mellett, most azon gondolkozom, hogy hol lehet ezt jól beiktatni egyébként. Mondjuk a bölcsis-ovis időszak az már az, amikor mondjuk egy kicsit könnyítettebb a helyzet, amikor viszont az van, hogy még az összezárt kezdeti időszakban vagytok együtt a babával, akkor pedig tényleg azt mondanám, hogy egy altatás utáni kis szeánsz legyen, amikor úgy lecsendesedik minden körülötted, és akkor oda beiktatni. Abszolút, és tényleg, amit én ehhez még hozzátennék, hogy megint csak körülöttem nagyon sok anyuka van, ők szokták azt mondani, de lerakom a gyereket, és akkor főzök még, és vasalok, meg mosok, meg akkor csinálom a dolgokat. Nem, kedves anyuka, olyankor saját magaddal kell törődned. Igen, mert tökre él az a mondás, hogy boldog mama, boldog baba, és ez tényleg így van, tehát azt a gyerek is le fogja venni, és észre fogja venni, abszolút, hogyha esetleg már nem vagy jó állapotban. Hogyha kiegészítőkre egy picit visszatérhetünk, akkor azon belül, hogy mondjuk vannak olyan termékek, tusfürdők, testápolók, illóanyagok, amik mondjuk támogatják ezt a wellness életérzést, bármi más, meg mondjuk ez a vízálló hangfalát, ez nekem nagyon tetszik, bármi mással én még fokozhatom azt az érzetet otthon a környezetemben, hogy én most tényleg egy másik világba kerültem. Hát azt tudom elkezdeni, amikor reklámfilmet tudjátok, azt szokták csinálni, hogy beülsz a kádba, és akkor jön a hullám, és te hirtelen ott vagy egy trópusi esőerdőben, minden zöld körülötted, csiripelnek a madarak, hogy ezt az érzést a hogyan és mivel lehet még beiktatni? A fürdőszobában például lehet akármennyire pici egy fürdőszoba, vannak ezek az összecsukható kis wellness székek például. Tehát egy olyat beteszel, arra már rákészíted a kis törölköződet, arra készíted rá a krémet, és teljesen más élményt nyújt, amikor kilépsz gyakorlatilag a zuhanyzóból, és már úgy van oda készítve minden, mint ahogy egy wellness szállodában is például. Tehát ezek azok, gondolj bele, egy nagyon finom, nagyon puha törölköző, mennyire tudja megint csak azt az élményt fokozni zuhanyzás közben, tényleg a különböző eszközök használata, például a kis szivacsok, vagy bármilyen bőradírozó dolgok, úgyhogy nagyon-nagyon sok módja van ennek, hogy tényleg a icipici fürdőszobába, ahol csak zuhanyzó van, olyan wellness élményt varázsolhass, hogy akár 5 perc után úgy jössz ki onnan, hogy felfrissültem, és de jó volt. Egészen megkívántam ezt az érzést egyébként most, hogy beszélünk róla, hogy nekem muszáj lesz ma otthon egy kicsit wellness-elnem a fürdőszobám, és tudod, mi jutott még így a végéhez közeledve eszembe, hogy most csak magunkról beszélünk, de hát ez egy tök jó kis együtt töltött idő lehet akár a párunkkal is, nem? Tehát mondjuk egy olyan masszázsolaj, vagy amikor már úgy egymáshoz fonódtok, összebújtok, együtt fürdőztök, ilyen volt a Pretty Woman-ben is, szóval nem egy ördögtől való dolog egyébként, csak mondom, a zavarba jövő nézőinknek, hogy, tehát, hogy nem kell itt semmi szélsőségre gondolni, hanem egyáltalán, hogy ez az időszak is akkor legyen olyan, amit arra fordítasz, hogy magadra is figyelsz, és a társadra is figyelsz. Abszolút, és akkor itt jön, hogy még romantikussá is tenni a pillanatot, a különböző illatgyertyáknak a használata például, amit említettél, különböző masszázsolajok, amik ugye illóolajakat tartalmaznak, ezeknél is különböző illatok vannak, úgyhogy tényleg attól függően, melyik irányba szeretnétek elmenni. Most, hogy mondod egy igen, jó, na itt lehet pironkodni egy kicsit. Szandrát, én nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, mert tényleg, ahogy így elképzeltem a lelki szemeim előtt, miközben te is meséltél, hogy az én zuhanyzomban például otthon, akkor mostantól mit tudnék majd beiktatni, az neked abszolút kedvet csinált ahhoz, hogy már ma este megvalósítsam, és bízom benne, hogy a nézőink is így álltak, hogy megcsapta őket annak a szele és igénye, hogy muszáj magunkra és magukra, magatokra időt fordítani, mert bizony tényleg minél hajszoltabb, minél stresszesebb életet él valaki, annál nagyobb szükség van erre, hogy ne a kiégés legyen a vége, ahogy te is fogalmaztál. Úgyhogy ez volt mára a zöld rovatunk, bízom benne, hogy sikerült egy-két hasznos, praktikus tippet, tanácsot adnunk nektek, és tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! Miért ne lehetnél boldog úgy, hogy közben a bolygó is az? A zöld rovat támogatója a The Body Shop Magyarország. A műsorszámot a Nutriverzum támogatta. A képi anyagot a Schnittman Pictures készítette.